Alig pár perccel 12 óra után teljesen megtelt a Kecskemét főterén felállított sátor, sokan pedig a bejáratnál várták, hogy felszabaduljon egy-egy hely. Több százan laktak jól kedden délben a kecskeméti ünnepi ebéden. A menü tarhonyás marha és disznópörkölt, friss kenyér és beigli volt, mellé pedig forró teát kaptak a rászorulók. Az ebédosztáson már hagyomány, hogy Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke is segít a csaknem 300 adagnyi étel kiosztásában. 5 éve minden alkalommal itt van, és sosem érkezik üres kézzel. Idén több száz adagnyi mézes kalácsot hozott magával, így varázsolva szebbé a nehéz sorsú emberek karácsonyát. Mintha minden esztendőben egy kicsivel kevesebben lennének itt, és ennek nem az oka az, hogy másutt is van ilyen ebédosztás, hanem talán egyre több ember találja meg azt a boldogulást, hogy ne itt erősítse a többieket. Az ebédosztást a Kecskeméti Karol Voltila Barátság Központ szervezte, ami az év végéig minden délben meleg étellel és teával várja a város rászorulóit.